A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vakvezető kutyatenyésztési és kölyöknevelési programja is van. Ezek a labrador kölykök nem sokára látássérülteket segítenek majd. Egy éves korukban kezdődik a kiképzési szakasz, 6 hónap alatt szinte mindent megtanítanak nekik, így lesznek vakvezető kutyák. A kiképzés a segítő ebet igénylő oktatásával és a kutyagazda közös közlekedésbiztonsági vizsgájával zárul. A vakvezető kutya munkájának 2 fő része van, az első a fegyelmező gyakorlatok, az engedelmességi vizsga, amilyen alap engedelmességet mutat, a második pedig a vezető munka. A vezető munka során a vakvezető kutya bejelzi az akadályokat a gazdájának, vagy kerüléssel tovább viszi őt az akadályok körül, vagy pedig objektumokat jelez be, mint például a lépcsőt, az ajtót vagy a megállót. Természetesen nem a kutya tudja az útvonalat, hanem a gazda tud fejben közlekedni, ő tudja, hogy merre szeretne menni, és a vezényszavakat adja ki a kutyának. Jelen pillanatban Magyarországon a Vakok Szövetsége 90 kutyát tart nyilván, aki tőlünk kapta a vakvezető kutyáját. Esetleg más szervezetek még adhattak kisebb alapítványok ki vakvezető kutyát gazdákhoz, tehát körülbelül olyan 120-130 vakvezető kutya közlekedik. Egy segítő app kiképzése mintegy 2 millió forintba kerül, azonban a vakvezető kutyát igénylőknek semmit sem kell fizetniük. Vakvezető ebet Nyíregyházán a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületénél is lehet igényelni, tájékoztatott a szervezet elnöke. Mi a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége vakvezető kutya iskolájából kérünk egy ide vonatkozó nyomtatványt, és elkezdjük kitöltögetni a kliens bevonásával, hiszen ő mindenféleképpen kell hozzá. Eddig 70 ezer forint egyszeri díjat kellett fizetni, miután összeszokott a számára megtalált ideális vakvezető kutyával, és levizsgáztak, most már ez ingyenes. A megyei elnök hozzátette, jelenleg nincs Nyíregyházán vakvezető kutya, a segítő ebek egyébként mindenhova el és bekísérhetik gazdájukat, akár például üzletről vagy tömegközlekedési eszközről van szó.